A következő két évben harmadával emelkedik a szociális szférában a dolgozók bére, az ágazatban is megfigyelhető a munkaerőhiány, kevesebben dolgoznak például a bentlakásos intézmények gondozói körében, illetve a gyermekjóléti szolgálatoknál, családgondozóknál, és kevesebb lett a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember szociális területen. Az államtitkárság bejelentette, további 9 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a hosszabb ideje a pályán lévők keresete emelkedhessen. A stúdióban köszöntöm Kovács Sándor urat, országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP-s. Jó estét kívánok! Kezdjük akkor a béremeléssel, hiszen arról beszélgettünk, itt több ágazatban emelkedtek a bérek, a minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedett. Sokan sérelmezték, hogy a szociális ágazat valahogy a végére került, így érzik-e? Azt gondolom, hogy 3 évvel ezelőtt már a úgynevezett bérpótlék bevezetésével a kormány megpróbálta kompenzálni mindazt a munkát, azt az áldozatos munkát, amely a szociális szféra dolgozóinak jár. Csak azt gondolom, hogy maga a körítése, hogy így mondjam, vagy az alapbéresítése, azt egy kicsit másabb volt. De hadd mondjam azt, hogy jó, hogy így döntöttünk annak idén, hiszen ha most belegondoljuk, hogy azt a bérpótlékot, amit most 9 milliárd forintban fogalmazott meg 2017 évre, az elmúlt 3 év akár termékén beleépítettük volna az alapbérbe, akkor a mindenkori minimálbér és szakmunkás minimálbér, hogy én fogalmazok, garantált bérminimum másik nevével, az elolvasztotta volna, tehát nem lett volna érzékelhető az embereknek, ugye az a bértömeg bekerült volna a szociális ágazat nagy költségvetésébe, és elolvasztotta volna, hogy így mondjam. Viszont így, most a 121 ezer és a 137 ezer forintos minimálbér emelked, és azt gondolom, hogy egyrésztről jelzi a megbecsülést, másrésztről viszont, ahogy fogalmazott is, a felsőfokúak és a régebben a szakterületen dolgozóknak egy 9 milliárdos bérpótlék fejlesztés lesz. Ez szerintem egy 30-90 ezer forintos átlag, illetve 60 ezer forintos átlagot fog jelenteni, minimum 30, maximum 90 ezer forint értékben. Tehát azt gondolom, hogy megbecsüli a kormányzat a szociális munkásoknak, a szociális szférában dolgozóknak a munkáját, és van még azért a tarsolyban, valóban hiányzik még egy, hogy úgy mondjam, egy korona feltenni, vagy egy cseresznyét a habosüteményre, ez pedig az életpálya modell, hiszen ez garantálja az egészségügyi dolgozókhoz, a köztisviselőkhöz, az állami alkalmazottakhoz, a fegyveres erők tagjához hasonlóan azt a fajta életpálya modellt, ahol a bérektől a munkakörülményekig mindent szabályoz, és az a garancia, hogy az állam megbecsüli ebben a fajta szerződéssel is az ő munkáját, akik ebben részt vennek. De hadd mondjak még azért annyit, hogy lesz egy kis feszültség is, mert általában az emberek irigyek egymásra, bocsánat, hogy így szoktam mondani. A miniszter elnökséget irányító miniszter bejelentette, hogy a szociális ágazatban speciálisan egészségügyi munkát végzők és végzettséggel rendelkezők, ők már most ráállnak az egészségügyi bértáblába, tehát egy magasabb bérfokozatban, éppen azért, hogy a szociális ágazatból megakadályozzuk az elvándorlást, hiszen meg kell becsülni azokat az emberek, akik egészségügyileg látják el a szociális dolgozókat. Be nem akarok belemenni, hiszen az egyiket az OIF finanszírozza, a másikat a költségvetés finanszírozza. De mondjuk egy diplomás ápoló, függetlenül attól, hogy kórházban dolgozik-e, vagy mondjuk egy szociális otthonban, azonos lesz a keresete. Így van, így van, így van. Tehát ebben akarjuk az egészségügyi jártassággal, egészségügyi végzettséggel rendelkező embereket a szociális szférában tartani, ez az első lépcső, és amikor majd hozzá kell igazítani a szociális szférának az egyik követelése, ugye az volt, hogy szociális munkanapja legyen munkaszüneti nap, mindjárt erről is tudunk beszélni, két mondatot, a másik pedig, hogy az egészségügyéhez zárkóztassuk fel, tehát a szférának egyik része már megtörténik január esetében, a második része pedig az életmája modellel lesz az egészségügyivel azonos bértáblába felzárkóztatva. Egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül mennyien dolgoznak a szociális ágazatban, és hogyha maradunk ennél a jövő évi béremelésnél, akkor milyen lemaradást tudnak pótolni a mostani bérfelzárkóztatással? Én azt gondolom, hogy az egészségügyi, hogyha én is ahhoz hasonlítom, hogy a szociális ágazat, az egészségügyinek körülbelül 85-90%-a állunk, 90%-os bér átlagára állunk rá. Ezt most már ugye meg fogja dobni az előbb említett dolgozóknak az aránya, akik egészségügyet látják el, de körülbelül 3000 fő az, aki gyermekvédelemtől a nevelőszülőhálózaton keresztül bentlakásos intézményeknek a dolgozó, ez körülbelül 3000 fő. Országos szinten egy 25-30 ezer fő az, aki a szociális szférában, 35 ezer fő, akik itt dolgoznak. Azt gondolom, hogy nagy társadalmi rétegről van szó, és ha pedagógusokra alkalmazzuk azt a
kifejezés, hogy a nemzet napszámos, hogy azt gondolom, hogy ez a szféra dolgozó is, hiszen azt a társadalmi csoportot, legyen ez marginális, akár a hajléktalan, legyen az bentlakásos idős, vagy egyébként fogyatékos személy, gondozza, és azt a fajta társadalmi szociális gondoskodást valósítja meg, ami a szociális piacgazdaságban nagyon alapvető feladat egy államnak. Változott ebben a szférában a feladatellátás, vagy a feladatellátásra vonatkozó szabályok? Igen, a szociális törvényt módosítottunk, és egyszerre 12 törvényt is hozott az egybe. Nem akarok nagyon belemenni a szakmába, mert több forulós egyeztetés van, de egészen a házi segítségnyújtásnak a gondozási egységeit, az órában kifejezett gondozási egységeit módosította, amely kihat a házi segítségnyújtásban részesülőnek a később esetleges kérelme, ami a bentlakásos intézményben van, nem kell megismételni, hanem az a fajta orvosi és szociális környezettanulmány, hogy egy közérthető néven fogalmazzak, az most már nem pontokba adja meg, és nem pedig gondozási órákba, tehát nagyon fontos ez a változás. Aztán a bentlakásos intézményeknél az alkotmányból fakadó úgynevezett szülőtartási kötelezettség levezetése a törvényeken keresztül ide is. Nagy viták voltak a parlamentben, azt gondolom, hogy meg kell mindenkinek nyugodni, hogyha egy mondattal kitérhetek erre, hiszen nem veszélyeztetheti a szülőtartásra kötelezett családtagnak az életminőségében a változás, viszont vannak olyan jó módú emberek, akik csak és kizárólag az állami szociális gondoskodásra akarják a szülőiket bízni. Azt gondolom, hogy ez egy társadalmi elvárás, hogyha valaki megteheti, parasztosan kifejező, bocsánat, a kifejezése van, mit a tejbe aprítania, akkor igenis tessék az állam mellé állni, és részt venni a saját szüleinek az elgondolásába. De hajléktalanokról is tudunk beszélni, ugye a hajléktalan szállóknak a felülről nyitott rendszerében most már egy más helyen, úgynevezett külső helyszínen történő ellátás, ez egy kicsit az albérleti támogatáshoz hasonlóan létre lehet hozni a hajléktalanoknak ilyen férőhelyeket is. Nagyon fontos, de új típusú ellátás az úgynevezett támogatott lakhatás, ahol egy 3 éves modellezés után most próbáljuk hozzá finomítani az élethez azokat a szabályokat, ami egy ilyen intézményben eltöltött órák, illetve napok után jár, akár a kliens részéről, akár a dolgozók részéről, hozzá igazítva más szociális szolgáltatáshoz. De nagyon furcsa volt, és ez is egy nagy vita volt, hogy a kitagolt intézmények, ahol azt mondta az állam, hogy maximum 50 férőhelyesek, és egyre több embert kell kihozni, fogyatékos vagy pszichiátriai betegeket, ott létszámstopp van. Az ellenzék rögtön megtámad bennünket, tehát mit csinálunk, hogy létszámstopp van. És tételezzük fel, egy 200 fős intézményből 50 főt ki kell költöztetni, de azt engednénk megint 200 főre feltölteni, akkor ez egy végtelen kitagolási program lenne, tehát meg kell állítani annak az intézménynek, amik részt vesz a kitagolásban, és van egy 200 férőhelyes engedélye, és ebből 50-et, később még 50-et, 100-at kitagolnak, akkor mindig ennyivel csökkenteni kell az engedélyt férőhely számát. Egy picit beszélünk arról is, hogy az intézmények szemszögéből látható az, hogy az elmúlt években a szociális feladatokból egyre több feladatot átvesz, vagy átvállalnak az egyházi fenntartású intézmények, és szociális területen ez megfigyelhető már jó ideje. Hogyan értékeli az állam, mennyire lesz akár a jövőben is szükség arra, hogy az egyházi fenntartású intézmények bővüljenek, bővülhessenek, milyen társadalmi szerepvállalása van így módon? Azt gondolom, hogy bár a szférán belüli vitáknak itt mindig helye van és lehet vitatkozni, de azon nem lehet vitatkozni, hogy az egyházaknak a karitatív küldetése, maga az egyházi szemlélet, a segítői szemlélet, az nem pótolható semmiféle állami törvénykedéssel. Nagy mértékben számít az állam továbbra is az egyházi szolgáltatásra, akár bővítésben is, ha csak abból indulok ki, hogy a település, illetve az operatív program, ami a megyében van a top kóddal ellátva, a területi operatív program, ugyanúgy beenged az egyházi fenntartókat, vagy a civil fenntartókat is, a szociális szolgáltatás, vagy akár az oktatási szolgáltatás, hogyha az óvodákat nézem, bővítésében. Tehát mindenféleképpen a társadalmi szerepvállalásukra továbbra is számítunk, hiszen a polgári kormánynak az egyik, mondjuk úgy veszőpari pálya, vagy az egyik nagy erős oldalszála, hogy számít azokra a társadalmi rétegekre, akik tenni akarnak azokban az állami ellátási feladatokban, amelyeket akár szociális, akár oktatási, tehát az egyházaknak még a kiegészítő normatívával is helyük van, szerepük van a magyar társadalomnak az a fajta szemlélet formálásában. Ha egy kicsit távolabbról nézek rá, főleg a mai világban, amikor ugye a hitnek, a keresztényi hitnek, vagy éppen az üldözöttségnek itt Európában, vagy a terrorfenyegetésre, hogyha kitekinthetek, nagyon-nagyon
nagyon fontos, hogy ez a keresztényi hit legyen az az igazodási pont, akár társadalmi szinten, amivel ezek az egyházi intézmények is igenis feladatot vállalhatnak, és biztosíthatnak bennünket arról, hogy Magyarország kultúrája, társadalmi feladata az a egyházon vagy a keresztényi hiten keresztül valósulhat meg. Csak nagyon röviden még egy fontos kitekintés, és mindegy, hogy egyházi fenntartású vagy állami fenntartású a szociális intézmény, uniós támogatások, uniós fejlesztések várhatók-e a következő években, intézményi fejlesztések, ez fontos, hiszen tudjuk azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében noha voltak intézményi felújítások, de vannak olyan szociális intézmények, ahol még lehet bővítés, lehet fejlesztés. Van. Kocsámokon gyorsan mondjam, tehát a TOP, a területi operatív programot, akár intézményeket is lehet építeni. Konkrét pályázatokat is, intézményeket. Amiről tudok, a saját választókeretem belül, ugye Máté Szalkán, Bakta Loránd házán az egyházak bekopogtattak, civil szervezetek bekopogtattak a szociális szolgáltatás és a, amit említettem, óvodai szolgáltatás tekintetében vannak befogadott pályázataik, de tudom mondani az EFOP-ot, az emberi erőforrás operatív programot, ahol központilag akár szolgáltatásra, akár fejlesztésre lehet pályázni. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a fejlesztésnél az a kormánynak be kell ezt fogadni a kormányhivatalokon keresztül, hiszen a társadalmi gondoskodás bentlakási intézmények számára tekintetve az egy felülről zárt rendszer, tehát akkor az államnak mindig szemmel kell tartani, hogy hány százalékát gondoz el bentlakásosban, de például a nappali típusú intézmények a lakókörnyezetben, tehát egy ideig tartozik az intézményben, az élete nagy részét a családja között, tehát ezt akarja preferálni, hiszen akár a fogyatékosról, akár az idősről beszélünk, a családi gondoskodást azt gondolom, hogy nem lehet helyettesíteni állami gondoskodással. EFOP-ot említettem, de hogy az állami intézmények, vagy a már meglévő intézmények, KEHOP-os környezet és energiahatékonyság operatív programba is nagy mértékben részt vesznek, és tudom, hogy állami intézmények is, akár kollégiumokról beszélünk, akár szociális otthonokról, ide a televíziós székházba is egy szakemberrel beszélgettem, hogy hány szociális intézmény lesz felújítva nem sokára a megyében, úgyhogy sok-sok pályati lehetőség van, nem akarok tippeket adni, vannak erre profi emberek, de azt gondolom, hogy általánosságban egy politikusnak tudnia kell, hogy a saját környezetében hogyan történik ezeknek az intézményeknek az átalakítása. Ezt jövőre pedig látni is fogjuk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.